hallhatnak Magyarországon, mindent elmond erről a helyzetről. Olyan emberekkel teszik ezt, akiknek esetében nem ritka az, hogy egy év alatt 700%-kal növekedett a törlesztő részletük, és áthárítottak rájuk minősítetten olyan terheket, melyek nem voltak a szerződések részei, senki nem számoltatta el ezért a kereskedelmi bankokat, pénzintézeteket, közvetítőket. Egy olyan bankmentő csomagot írt alá a kormányzat, ahol a tárgyalóasztalnál sem a károsultak, sem a civilek nem voltak ott nagy számban vagy mérhető számban, végül pedig kihúzták a pácból azokat, akik a bajt okozták. És nem tesznek semmit azzal a helyzettel, hogy jelen pillanatban is mintegy 9 millió 700 ezer hitelszerződés létezik Magyarországon, folyamatosan növekszik ezeknek a száma. Időzített bombáról beszélünk, hiszen nem csak deviza alapú és nem csak lakáshitelekről van szó, de manapság egy félre sikerült elveszett parkolási csekk miatt is árverezésig kerülhet valakinek a helyzete, az ingatlanjának a sorsa, ami megengedhetetlen. 1,2 millió embert érint ez a probléma, és azért kicsit gondoljuk végig, hogy mi történik egy kilakoltatás során. Megjelenik a gyámhatóság, elveszi a gyerekeket, nevelőintézetbe hurcolja őket. A család jogilag hajléktalanná válik. Mivel nincs állandó lakhelyük, ezért a szociális támogatások, juttatások és háló nagy részét elvesztik. A normális orvosi ellátástól kezdve a családi pótlékig egy olyan helyzetbe kerülnek, amiből nagyon ritkán vagy soha nincsen visszaút. Hány ember kell, hogy magára gyújtsa még az otthonát, hogy a kormányzat végre feleszméljen, hogy amit eddig tett, az impotens tevékenységek sorozata volt, semmire nem volt elég, lényegében senkit nem mentett meg ettől a problémától, csak áthárította a felelősséget a következő kormányzatra, és levegőhöz juttatott néhány ember. Mi kell még ahhoz, hogy felismerjék, hogy hová vezet ez a problémakör? Az elhibázott egykulcsos adó bevezetésének politikája, az, hogy Magyarországon nem lehet létezni a közbiztonság hiánya miatt, egyértelműen oda vezet, hogy a kivándorlás folyamatát gyorsítják fel. Egyértelműen azt a folyamatot, melynek értelmében pár évtized múlva Magyarországon farkas szemet nézhet egymással, a segélyezettek dolgozni nem akaró milliós rétege, és azon előregedett társadalom, aki már nem tudja a segélyeknek az alapjait befizetni, de nyugdíja sem lesz sehonnan. Ilyen országban akarnak önök kormányozni? Nem lenne egyszerű felébredni, és most helyre tenni ezt a helyzetet, ahelyett, amit önök tesznek, mint az utóbbi hetekben, hogy úgynevezett szabályozott ingatlan befektetési társaságok megalapítására tesznek lehetőséget, melyeknek az alaptőkéje 10 milliárd forinttól indulhat, kinek akarják ezáltal átjátszani a magyarországi ingatlan vagyon? Kiket akarnak a majdani kivándorlók helyett behozni, betelepíteni Magyarországra? Mit terveznek Magyarországgal a problémák megoldása helyett? Miért bankmentő csomagokat írnak alá, ahelyett, hogy a magyar állampolgárokat kihúznák a pácból, egy olyan pácból, amit nem ők okoztak és nem saját maguknak, hanem az a kereskedelmi bankrendszer, amelyet önök most éppen 8-szor készülnek konszolidálni, mert ez egy sokkal kényelmesebb megoldás, és mert a nemzetközi pénzügyi körök ezt engedik meg önök számára. Mikor következhet el végre az a kor, hogy Magyarországon rendes elszámoltatás következzen be, előszedjék és megnevezzék a valódi felelősöket, ne csak simogassák őket és nem mentőcsomagokat dolgozzanak ki számukra, és mikor szűnik meg végre az, hogy a mindenkori magyar kormány csicskáztatják a kereskedelmi bankok Magyarországon? Tisztelettel várom a válaszát. Bár képviselő úr valószínű összetévesztette a naprendeti felszólást az interpellációval, de mégis sor kerül a válaszra. Megadom államtitkár úrnak a szót. Tisztelt képviselő úr! Megpróbálom felsorolni, mi mindent hozott össze, amire úgy gondolom, hogy egy 5 percben sem lehet válaszolni. Kivándorlás van, elszámoltatás, csicskáztatás, nem is lehet követni. Azért az elejére hozzátenném, hogy nagyon olcsó dolog visszaélni emberek tragédiájával, amit például példaként hozott. Igen, igen, ez egy rettentő olcsó politika, sokkal nehezebb ennél a megoldások megkeresése és a megoldások kidolgozása. Aztán felhívám a figyelmét arra, hogy két dolgot kever. Ugye, amit említett példaként, és amik példaként jelenleg elhangoznak kilakoltatás ügyében, ott javarészt bérhátralék tartozások vannak, vagy éppenséggel nem tudják fizetni a közüzemi díjakat. Ez egy teljesen más történet, mint azok, akik lakásépítésre hitelt vettek fel. Arra kérném, hogy ne keverjük össze a két dolgot. Ez esetben, ahol lakbértartozás van, vagy ahol önkormányzati lakbértartozás van, én úgy gondolom, ott az önkormányzatoknak a felelőssége és lehetősége a helyzet megoldása. A kormány feladata és lehetősége, erről már többször volt szó, a devizahitelesek problémájának kezelése, annak a problémának a kezelése, amit egyébként a korábbi kormányoktól örökölt, és itt hagyott hátra egy jelentős tehertételként.
utalnék arra, hogy ebben az esetben a kormány egy olyan megoldás mellett tette le a voksát, és egy olyan megoldás született, amelyik gyakorlatilag valamennyi érintett réteg számára megoldást nyújt. Megoldást nyújt azok számára, akiknél a legnagyobb probléma az árfolyam ingadozása, ugye itt az árfolyam rögzítésével, azok számára, akik szeretnének, vagy úgy próbálják megoldani helyzetüket, hogy egy nagyobb lakásból kisebb lakásba költöznek, ott egy hitel nyújt lehetőséget, és azok számára, akik nagyon nehezen tudnak törleszteni, vagy törlesztésre képtelnek, ott pedig az eszközkezelő nyújt majd segítséget, illetve az állam is úgy gondolja, hogy az eszközkezelőn keresztül hozzájárul majd szociális családi házak építéséhez. Tehát ez a lehetőség is fennáll. És akkor felhívnám a figyelmét arra, hogy felesleges riogatni mindenfajta számokkal. Szerintem a tényekhez célszerű ragaszkodni. Július 1-től október 1-ig gyakorlatilag a kilakoltatás azokat a lakásokat érintheti, amelyeknek a felvett hitel a 20 millió forintot meghaladja, illetve a lakás értéke a hitelfelvételkor 30 millió forintot meghaladja. Ez egyrészt egy nagyon szűk kör, kiszámítható, különfajta számítások forognak a sajtóban is, ez nem több egy 160 lakásnál, nem hinném, hogy egyébként akik ekkora lakást építenek, azoknak olyan nagy problémát okozna, hogyha akár bérlakás kellene nézniük. És utána pedig teljesen logikus menetrend szerint halad, október 1-től a érintett lakásállomány 2%-a az, amelyik árverezésre kerülhet. Tehát egy szabályozott és korlátozott rendszerben folyik ez. Úgy gondolom, felesleges riogatni ezzel a lakosságot. Köszönöm a figyelmet. Most Kaufer Virág képviselőasszony következik az LMP részéről. Közmunka az utolsó szalmaszál címmel. Parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt ház, először is engedjék meg, hogy köszöntsem köreinkbe Juhász Jánosnét, aki Ináncsról érkezett, jelen pillanatban munkanélküli, és ezért a helyi közmunkaprogramban vesz részt. Házi tésztát készít az iskolának és az ottani szociális intézményeknek. Jó házi tésztát, 8 tojásból kézzel gyúrva, és küldött ilyet a miniszter úrnak is, amit államtitkár úr fog gondolom átvenni. Erika azért fáradt el ma a parlamentbe, hogy megtudja, milyen jövőre számíthat. Ugyanis ha a tervezett közmunkaprogram életbe lép, akkor ő és a hozzá hasonló asszonyok nagyon könnyen arra a sorsra juthatnak, hogy Pintér Sándor buszra teszi őket, rendőri felügyelet mellett munkagépek helyett kétkezi fizikai munkát fognak végezni több száz kilométerre az otthonuktól. Tisztelt kormánytöbbség! Mi támogattuk önöket abban, hogy felülvizsgálják az út a munkába programot, hiszen az nem segített elég embernek a munkavilágába való visszatérésre, az elhelyezkedésre, és nagyon sok pénzt folyt el országszerte az értelmetlen presztízsberuházásokra és az úgynevezett vízgerebjézésre. Csalódottan állunk ugyanakkor most miniszterelnök úr szavai ellenére, mert nem látjuk azt, hogy amivel maguk előálltak, hogyan fog ezen változtatni. A közmunkaprogram a leszakadó térségek utolsó szalmaszála. Maguk mélyen hallgatnak egy lényeges kérdésről. Mi fog történni azután, hogy lezárulnak azok a nagy beruházások, amelyekre önök a programjukat építik, és a résztvevők hazamennek a falujukba, ahol se munka, se képzés, se lehetőség nincsen. Pedig ahhoz, hogy az állami foglalkoztatásra, közmunkára ne legyen szükség a jövőben, a helyi közösséget kell segíteni, hogy magára találjon, vállalkozásba fogjon. Ez történt többek között Ináncson, Miskolctól közel 30 kilométerre, ahol a helyi önkormányzat a közmunkaerő bevonásával művelés alá vette a földjeit, csökkentette a kiadásait, és jó minőségű helyi élelmiszerrel látja el az óvodát és a szociális intézményeket. Építkezésekbe, felújításokba is belefogtak, helyben gyártottak például betonjárólapokat, több százezer forintot megspórolva ezzel a falunak. De az ottaniak tele vannak még ötletekkel, fejlesztési tervekkel. Az energiahatékonyság, az energiaszegénység, a gyermekétkeztetés megoldására, olyan helyi vállalkozások beindítására, amelyek néhány éven belül saját lábra tudnának állni. Csak most kellene a kezdeti segítség az állami támogatás átképzésre, befektetésre, foglalkoztatásra. Tudjuk, hogy ezek a mini projektek nem mutatnak olyan jól a híradóban, és a foglalkoztatási statisztikákat is sokkal lassabban növelik, de ha állami segítséggel megsokszorozhatnak és elterjedhetnek az országban, akkor mindazt a célt elérik, amit önök kitűztek.
a munka, a helyi közösségek, az értékteremtés becsületét. Tisztelt képviselőtársaim! A közmunkának csak akkor van értelme, ha segíti a résztvevőket az elhelyezkedésben, ehhez azonban a leszakadó térségekben egyszerre kell hozzájárulni a munkahelyek létrejöttéhez és a megfelelő munkaerő képzéséhez. Ha a kormány kiragadja az embereket a környezetükből, hogy végzettségüktől és tapasztalatuktól függetlenül végezzenek kétkezi munkát az ország másik végében, akkor ezzel a problémát nem oldatják meg, csak elodázzák. A résztvevők továbbra is rá fognak szorulni a közmunkára a megélhetésért. Amit pedig a kormány a közmunkások utaztatására és ellátására kíván fordítani, nyugodtan mehetne a helyi közösségi közlekedés és gyermekellátás fejlesztésére, hogy növelje a távoli falvakban élők munkaerőpiaci mobilitását. Az LMP jó gyakorlatokon alapuló javaslatai ezekre kívánnak segítséget és megoldást nyújtani, és mindkét követelménynek megfelelnek, így nyújtva hosszú távú megoldást a bajba jutott családoknak és a leszakadó térségeknek egyaránt. Tisztelt kormány! Mi tisztában vagyunk azzal, hogy önök egyetértenek az LMP elvarázsolt javaslataival, ugyanis ezek megtalálhatóak a Magyar Munkaterv 6. változatában, Szociális Gazdaság címén. Kérdezem tehát önöket, hogy akkor mi szükség erre a drága, de annál inkább eredménytelen, pintérféle közmunkaprogramra? Vajon kinek lesz hasznára az a rengeteg, tömeges, minimálbér alatt dolgozni kénytelen kiszolgáltatott munkaerő, amelyet önök ezzel a programmal létrehoznak? Vajon hogyan fogja a rendőri felügyelettel megspékelt állami munkaerőkölcsönző szolgálat segíteni a leszakadó térségeket a súlyos társadalmi és gazdasági problémák megoldásában? Uraim! Még egyszer kérem önöket, ne küldjék el ezeket az embereket kényszermunkára. Teremtsenek lehetőséget a számukra helyben, hogy megtalálják helyüket és megélhetésüket a saját közösségeikben. Ha valódi megoldást keresnek, akkor minden energiájukat arra fordítják, hogy a leszakadó térségekben támogassák a közösséget, a fejlesztéseket. És nem arra, hogy ingyen munkaerőt biztosítsanak a hazánkba beáramló külföldi tőke nagy beruházásainak. Juhász Jánosné nevében, sorstársai nevében kérem önöket, de saját jól felfogott érdekük és a haza érdekében is. Köszönöm. Kormány nevében Tálai András államtitkár úr fog válaszolni. Képviselőtársaimat pedig kérem arra, hogy jöjjenek a helyükre. Ez két adag? Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő asszony. Amiben biztosan egyetértünk, hogy azt a közfoglalkoztatást tovább nem lehet folytatni, amit a szocialisták kitaláltak, és úgy neveztek el, hogy út a munkába. Nem lehet folytatni, mert az nem vezetett sehová, az igazából út volt a semmibe. Út volt a semmibe, mert az embereket nem ösztönözte arra, hogy valóban tényleges munkát, munkahelyet keressenek, és próbáljanak megszerezni, mert aki egyszer ebbe a rendszerbe bekerült, az úgy gondolta, hogy egyszer s mindenkorra rendben van a munkahelye, és most már van munkája. A másik része pedig az, hogy a költségvetés nyilvánvalóan ezt nem tudta finanszírozni. A szocialisták közfoglalkoztatási programját teljes egészében államadóságból finanszírozták. Azt gondolom, hogy ezt még Görögországban sem merték, és akarták megcsinálni. A szocialisták már elmondták a naprendelőtti hozzászólásukat. Jól hallottam. Köszönöm szépen. Parancsoljon államtitkár úr. Alapvetően, köszönöm, elnök úr. Alapvetően a változtatásban mindenki egyetért. Abban egyetértünk, hogy azt a célt kell megfogalmazni, hogy az emberek a jövőben munkából kell, hogy éljenek, és ne a segélyt választják, és azt arra legyenek ösztönözve, hogy ne legyen munkahelyük. Egyébként ezt a szociális konzultációnak a harmadik pontja is alátámasztja, hiszen arra a kérdésre, hogy segélyből vagy munkából éljenek az emberek, a válaszadók 96,9%-a a legmagasabb arányban válaszolták azt, hogy az országnak segély helyett inkább munkalehetőséget kell biztosítania a munkanélkülieknek. Önök is egyetértenek egyébként ezzel, és minden ellenzéki párt. És az pedig, ami ugye a jelenlegi szabályozás, nyilván a kormány elkezdte ennek a rendszernek az átalakítását, az első lépcsője az a törvényjavaslat, amely előttünk van. Ez egy keretszabályozás, a feltételeket szabályozza. Azt a gondolkodást próbálja bevezetni, hogy érje meg, hogy rendes munkahelye legyen valakinek, tehát dolgozzon minimálbérjen, érje meg
inkább közfoglalkoztatási béren lenni, mint mondjuk segélyen lenni. Ezeket az arányokat kell ebben az országban betartani, és abban mindenki egyetért, hogy ezeket a célokat, hogy az emberek így gondolkodjanak, hogy ne érje meg segélyen lenni, hanem inkább dolgozzon, vagy a közfoglalkoztatás rendszerében, vagy valóságosan a munkaerőpiacon. És az pedig, hogy a közfoglalkoztatás keretében az emberek milyen munkát fognak végezni, úgy gondolom, hogy erről még szó nincsen. Az egyik lehetőség az, hogy az állam szervezi meg számukra a munkát, de ez csak az egyik lehetőség. Ezek a programok természetesen kidolgozás alatt vannak, és nem azt fogja jelenteni, hogy minden ember állami állam által szervezett közmunkaprogramban tud részt venni. Azt pedig nem tudom elfogadni, hogy mindenkinek helyben biztosítsunk munkát, hiszen olyan aránytalanságok vannak a munkanélküliség terén az országban, hogy azon az egy adott településen mindenki számára nem lehet a közfoglalkoztatást megszervezni, ezt az élet bizonyította és fölülírta. Az ön által mondott példák nagyon-nagyon jó példák, és nem kell ezeket a programokat felszámolni, mi több, azt szeretnénk, hogy ilyen jó példák az országban elterjedjenek. Szeretném Juhász Jánosnét megnyugtatni, hogy neki a falujából nem kell elmenni a közfoglalkoztatás, az új közfoglalkoztatási rendszerben is, sőt, sok embert, sok polgármestert oda fogunk majd vinni, és bemutatni nekik azt, hogy ezt így kell csinálni, és így kell kitalálni. És igenis, az államnak, az ilyen programoknak a megsegítésére lesz forrása, lesz a költségvetésben támogatás ezen önkormányzati projektek megvalósulására. Én azt gondolom, azzal, hogy a belügyminisztériumhoz került a közfoglalkoztatási program, ennek egyetlen egy oka van, az, hogy az önkormányzatokat a belügyminiszter felügyeli, és az önkormányzatoknak a jövőben sokkal nagyobb szerepet kell, hogy vállaljanak a közfoglalkoztatás rendszerében, és úgy gondoljuk, hogy a belügyminiszter ezt sokkal jobban meg fogja tudni szervezni források és egyéb eszközöknek a bevonásával. Összességében tehát azzal, hogy egy új feltételrendszer dolgoztunk ki a TÉPER 3500-as törvényjavaslattal, ez azt fogja jelenteni, hogy az embereknek rá kell jönniük, azok, akik még most nem jöttek rá, hogy a jövőben a közfoglalkoztatáson keresztül kell, hogy visszatérjenek az igazi, tényleges munkaerőpiacra. Ezt szolgálja ez a törvényjavaslat, amelyet reméljük, hogy önök is meg fognak szavazni. Köszönöm szépen. Szintén napirend előtti felszólásra jelentkezett Miklő József képviselő úr a KDNP részéről, a közigazgatás és az emberek július 1-e a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja címmel. Képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés! Három közelmúltbeli eseményre szeretnék utalni gondolataim elején. Június 9-én Tatán tartották kihelyezett államtitkári értekezletüket a közigazgatási államtitkárok. Tiszteletre méltó módon az értekezlet előtt a tatai tóparton álló Magyari Zoltán szobor megkoszorúzására került sor. Történelmi pillanat volt, amikor Magyari Zoltán posztumusz magyar örökségdíjas tudós államférfi előtt a magyar kormány közigazgatási államtitkárai együtt hajtottak fejet. A másik pedig a következő nap, Magyari születésnapjának dátuma, június 10-e. Ezt a dátumot jeleníti meg a címlapján a magyar közigazgatás megújítását bemutató magyari program. A harmadik pedig március 8-án itt a házban mutattuk be a parlament könyvtárának és a tatai Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaságnak a szervezésében Magyari Zoltán és Kis István, eredetileg 1939-ben, most pedig reprint kiadásban megjelent művét, mely a közigazgatás és az emberek címet viseli. Annak kapcsán hozom ide ezeket az eseményeket és a könyvet, hogy július 1-én köszöntjük a évek óta a közszolgálatában dolgozókat, a köztisztviselőket, és most már külön a kormánytisztviselőket is. 1992-ben ezen a napon lépett életbe az első szabadon választott parlament által elfogadott köztisztviselői törvény. Tisztelettel köszöntöm a kereszténydemokraták nevében is a közszolgálatában dolgozókat, a legkisebb magyar falu polgármesteri hivatalában dolgozó hivatalnoktól, a városok, megyék és az állam szolgálatában álló tisztviselőkig.
Nekik kell a legapróbb kérdés, probléma, feladat megoldásáig lebontaniuk azokat a törvényeket, amelyeket mi hozunk meg itt a házban. Ők az első számú összekötők a közigazgatás és az emberek között. Nagyon nem mindegy, milyen ez az összeköttetés. Jó látni, hogy komoly változás indult el ezen a téren is. Magyari Zoltánnak nagyon sokat köszönhet és köszön is szülővárosa Tata és a tatai járás települései, de az egész ország is, hiszen olyan nemzetközi tekintélyű tudósa volt a közigazgatásnak, akinek tapasztalatai, tudományos munkássága megkerülhetetlen a ma számára is. A felszólalásom elején említett közigazgatás és emberek tanulmány az alcíme szerint tény megállapító tanulmány a tatai járás közigazgatásáról. Ebben írja Magyari: a közigazgatást az emberek, a közönség, akiknek a zöme nem jogász, nem a jog, hanem a valódi teljesítményei, az eredményei szerint nézik. Kicsit lejjebb úgy ír: nincsen külön állami és külön önkormányzati közigazgatás, hanem a valóságban egyetlen összefüggő közigazgatás van, a magyar közigazgatás. Magyari Zoltán tudományos munkássága éppen arra figyelmeztet, amelyet a mai kormány is nagyon komolyan vizsgál, és e szerint alakítja a közigazgatását, hogy az emberek, akikért az egésznek működnie kell, milyen módon viszonyulnak ehhez a nagy rendszerhez. Magyari, aki maga is végigjárta a közigazgatás szinte minden területét, a tényekből von le következtetést, és azt mondja, hogy a közigazgatás sokkal több az egyszerű jogkövetésnél, a törvények végrehajtásánál, az emberek mindennapi életének a szervezése, vagyis konkrét cselekvés, maga az a feladat, amit el kell látnia. 2010-ben az emberek elsöprő számban arra szavaztak, hogy változást akarnak. Ez a jó irányba mutató változás zajlik most a közigazgatásban is, Magyari gondolatai mentén, amely erősíti, hogy nekünk nem csak a közigazgatás maga a fontos, hanem a kettő együtt, a közigazgatás és az emberek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A kormány nevében Rétvári Bence államtitkár úr fog válaszolni, parancsoljon. Képviselő, tisztelt ház! Valóban jó ez a július 1-i ünnepnap, hiszen ekkor maguk a kormánytisztviselők, köztisztviselők is egy kicsit madártávlatból tudnak, ha nem is Tatáról mindnyájan, de egy kicsit távolabbról tudnak a saját szakmájukra, a saját hivatásukra tekinteni, hiszen a közszolgálatban dolgozni az mást jelent, mint bármilyen más piaci szférában elhelyezkedni, hiszen itt nem pusztán önmagunkért, nem pusztán egy cégért dolgozunk, hanem a közért. Aki a közszolgálatban dolgozik, az mind a 10 millió embert szolgálja, aki Magyarországon él, itt kíván boldogulni, ezért fontos, hogy mindenki érezze is ezt a magasabb fokú hivatásetikai szintet. Magyari Zoltán fogalmazta azt meg, és amikor azokat a tanulmányait írta, amelyek még a tatai járásról szóltak, hogy a közigazgatási reformot közvetlenül az alkotmányos reform után kell véghez vinni Magyarországon. Ha akkor és ott nem is sikerült teljes mértékben ezeket megvalósítani, mint azt modellként elképzelte, de most adódott egy olyan lehetőség Magyarország életében, hogy egymást közel követheti ez a két fontos kérdés, az alkotmányos reform, a közigazgatás reformja, és itt lesz a parlament asztalán ősszel az igazságügyi reform is. Tehát ezek, amelyek tényleg egymásra szoros hatást gyakorolnak, egyszerre valósulhatnak meg. Ez egy nagyon szerencsés csillag együttállás Magyarországon. Magyar és széles kitekintéssel kívánta az elképzeléseit megfogalmazni, ő is nemzetközi példákat nézett, nem kívánta azokat egy-egyben átvenni és utánozni, de mindenképpen alapos munkát végzett, mielőtt hozzányúlt bármihez is. De ugyanúgy, ahogy a nemzetközi mintákat sem kívánta egy-egyben átültetni Magyarországra, és ahogy a magyari program sem ezt teszi, ugyanúgy a piaci megoldásokat ő sem tekintette a közszolgálatában üdvözítőnek, hanem egy közszolgálati hivatásetikai normát javasolt ő a magyar közszolgálat számára. Ezért választottuk tehát őt a magyari programnak a névadójául, a közigazgatás átalakítás névadójául, hiszen ő is értékek mentén kívánta a közszolgálatot elképzelni,
mi magunk sem tartjuk másként elképzelhetőnek, mint értékek mentén, és ez nem csak olyan, mint a semlegesség vagy részrehajlásmentesség, hanem alapvető érték a hazaszeretet is, hiszen aki nem szereti hazáját, az igazán nem tud jó közszolgálati munkát kormánytisztviselőként, köztisztviselőként elvégezni. A másik pedig az alulról építkezés, hiszen minden szinten, legfőképpen az alsó szinteken, ön is mondta, ott van a legnagyobb szükség az átalakításra, ezért kezdte itt a kormányzat is január 1-ével hatályba léptetve azokat a jogszabályokat, amelyek a kormányablakokat nyitották meg 29 helyen, 99 kormányablakban, hogy alulról, ahol az emberek leginkább érzik, onnan kezdjük el a közszolgálat átalakítását. A magyari program is éppen ezért sok tekintetből, sok irányból építkezik. Nem csak a kormányzati szervek, de a Nemzeti Közigazgatási Intézet, vagy a leendő, hamarosan elinduló közszolgálati egyetemnek a különböző műhelyi, az Ökostat, a Közpolitika Kutatások Intézete. Mindenki hozzájárult ahhoz a munkához, hogy itt egy megalapozott, és mindenki által ismert és elismert munka kerülhessen az asztalra, ahhoz tudjanak programot írni utána a kormányzati tisztségviselők. Különleges feladata van most a gazdasági világválság éveiben ennek a programnak, hiszen nem csak az emberek szolgálatát kell, hogy szem előtt tartsam, amit képviselő úr, polgármester úr is mondott, hanem a vállalkozások igényeit is. Hiszen Magyarországon a közszolgálat az nem lehet akadálya a versenyképességnek, hanem motorja kell, hogy legyen. Mint talán ön is ismeri, hiszen a magyari programban is szerepel ez a közvélemény kutatás, az emberek 63%-a ma úgy gondolja, hogy a közszolgálatban, a közigazgatásban csak személyes kapcsolatok útján lehet időben elintézni egy ügyet, 8%-uk pedig már találkozott azzal, hogy valamilyen módon korrumpálnia kellett tisztségviselőket, bármilyen közszolgálati alkalmazottakat ahhoz, hogy az ügyét elintézzék, vagy időben elintézzék, kedvező elbírálása legyen. Éppen ezért van mit javítani a közszolgálaton. Én úgy gondolom, hogy egy demokratikus deficit az, hogyha az emberek úgy gondolják, hogy a közszolgálat nem segít rajtuk. Demokratikus deficit az, hogyha nem hihetnek a törvényes rendben, ha nem hihetnek a normál közigazgatási eljárásban, hanem a pravoszláv jogi rítus szerint vagy más módon valamilyen mellékest kell kínálniuk azért, hogy az állam az alapvető feladatait ellássa. Ezeknek a feladatoknak pedig a számbavétel az egyik első feladat, amit el kell végezni. Magyari, amikor az állam funkcióit bő 60 évvel ezelőtt számba vette, 9850 darab állami funkciót talált. Hát mi ennél jóval többet találtunk, és ezeket folyamatosan nyilvánvalóan nyilván tartjuk, hiszen egy nagy átrendeződésre készülünk. A magyari program is említi, hogy nagyon sok feladat a feladatokhoz tartozó köztisztviselőkkel együtt átkerül a kormányhivatalok, a kormányzat feladatkörébe és hatókörébe. Éppen ezért nagyon sok korábbi köztisztviselő majd kormánytisztviselőként fogja folytatni a feladatát, pontosan azért, mert az ő működése, az ő feladata az önkormányzatokból a kormányzati szférába fog átkerülni. Ezeknek az embereknek egy olyan életpályarendszert kívánunk, amelyik munkakör alapú, nem általában tekint a köztisztviselőkre, hanem az egyedi életpályákra is tekintettel van, ugyanakkor emellett átjárhatóságot is lehetővé tesz a különböző közszolgálati pályák között, pontosan azért, hogy a legtapasztaltabb emberek ne hagyják el 40 éves korukban a közszolgálati életpályát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, és megadom a szót Gurnándor MSZP-s képviselő úrnak, aki szintén napi rendelőti felszólalásra jelentkezett. Szót, mi is vár még ránk címmel, öni a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, apám mindig azt mondta, hogy fiam, hogyha segíteni nem tudsz, akkor ne árts. Én ezt vártam ettől a kormánytól is, mert az alapígéretei valami olyasmit fogalmaztak meg, 1 millió új munkahelyet ígértek, radikális adócsökkentést az embereknek, és mindezek mellett még azt is mondták, megerősítjük a közbiztonságot. Aztán csalódnom kellett. Csalódnom kellett, mert az elmúlt egy esztendő azt bizonyította be, hogy ez a kormány beszél valamiről, de egészen más csinál. Egészen más csinál, mert a 16%-os egykulcsos személyi jövedelemadóval a 3,8 millió munkavállalóban 3,5 millió ember számára nem pluszt, hanem mínuszt hozott, elvett tőlük. A közbiztonság tekintetében olyan helyzetet teremtett, ami nem megerősítette, hanem gyengítette mindazt, azonáltal is, hogy szétzúzta a közfoglalkoztatásnak a rendszerét. És hát hozzá kell tenni az 1 millió új munkahelyel kapcsolatban, hogy a válság bekövetkezte előtti állapothoz képest 100 000-re kevesebb a foglalkoztatottak száma, néhány tízezes elmozdulás van időszerűen, adott esetben a válság időszakában való kormány átvétel időpontjához illesztettem.
Tudják, a kormánytisztviselők és a köztisztviselők tekintetében is az történt, hogy először két hónap alatt indoklás nélkül kirúghatóvá váltak. Majd jött az Alkotmánybíróság, majd jött egy új törvény, ami meg azt mondta, hogy ha a vezető bizalmát elveszti a kormánytisztviselő, akkor ugyanúgy kirúghatóvá válik. Hát ez a mai jogbiztonság. De a munkatörvénykönyve keretei között is, ugye egy nemzeti munkaterv keretei között olyan fajta üzeneteket fogalmatosítanak, amire alapozni kívánják a sarkalatos törvényeket, amelyek nem hoznak, hanem visznek a munkavállalóktól. Azt mondják, a próbaidő intézmény rendszerét kitágítják 6 hónapra. Kihasználhatóvá teszik, majd eldobhatóvá teszik minden következmények nélkül az embereket. A túlmunka tekintetében 50%